Atya, Fiú és a Szentlélek nevében meg, kedves szülők, kedves keresztülők, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, mint minden élet forrásának köszönik meg. Szeretünk tanításából azt is tudják, hogy Isten a mi mennyei Atyánk, a keresztény által Isten életbe részesíti az ember, gyermekévé fogadja a Szentlélek templomává, a mennyország örökségét teszi. Kedves szülők, ti azért hoztátok el újszülött gyermeketeket ide az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessen, és Krisztus titokzatos testének, az egyháznak a tagjává legyen. Megkérdezem a szülőtől, hogy mi lesz a gyermek neve. Deláni Erika. Vállaljátok gyermeketek keresztény nevelését. Kedves szülők, ki pedig, akik jelen vagytok a keresztény szertartásán, megígéritek el, hogy támogatjátok a gyermek szüleit a vállalt kötelesség teljesítésével. Deláni Erika, nagy örömmel tartozunk téged a keresztény közösségben. Ennek a közösségnek a nevében most megjelölhet a keresztény nevével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szülők, keresztülők, ki is tartanak a keresztelőt, jelentve azzal, hogy az gyermek keresztény lesz. Hallgassuk meg a Szent Evangéliumot, melyben arról hallunk, hogy Jézus parancsa hogyan nyilvánul meg majd. Az Úr egy emberekkel Evangélium Szent Máté könyvéről, dicsőség neked Istenünk. Menjbe menetele előtt egy szót Jézus a tanítványaimhoz. Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Ezzel a hatalommal küldelek titeket, egyetek tanítványomá minden népen. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, íme veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangéliumi. Most imádkozzunk testvéreim, Deláni Erika gyermekért, és kérjük a Szentlélek Isten ajándékát, Isten szentjének közbenjárása által. Szentségesszük Mária, Istennek szent anyja, könyörög érettünk. Keresztelő Szent János, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. Szent Péter és Pál apostol, könyörögjetek érettünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Most következik a Szent Olaj imádsága, amelyel megkenjük a gyermek homlokát, és ezzel az imádsággal az átkeredő bűnhatalma közük meg a lélekben. Mindenható örök Isten, te azért küldted fiad a te világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek a hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadíts meg, Deláni Erika a gyermekedet az átkeredő bűntől, tedd őt szent fölséget templomává, és engedd, hogy a szent élet alkozzék benne Krisztus a mi úrunk által. Amen. Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek az ereje, ennek jelöl megkenünk téged az üdvösség olajával, Krisztusban a mi úrunkban, aki él és uralkodik mindörökről örökké. Amen. Szent és Pál, fejlődött lenne, leszünk a keresztelő Krisztusban, ezt a partja, imádkozzunk testvéreim, megáldott víz, ti
titokzatos ereje által. Kérjük a mindenható Isten irgalmát, adja meg kegyesen a lelki újjászületű Deláni Erika gyermekére, akit meghívott a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, az egyház színálé hoztátok újszülött gyermeketeket, mielőtt megkeresztelnénk őt a Szentlélek által a szentelt vízzel a keresztelők útnál. Feleljetek a kérdésekre, hogy hitbeli meggyőződéssel valljuk meg hitünket. Első három kérdésre válaszolunk, hogy ellene mondunk, utána pedig hiszünk. Ellene mondtuk-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének ellene mondunk. És minden csábításának ellene mondunk. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szent Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Tessék átadom a kenyeret, vagy dögölni, megyünk a keresztelőt. Keresztelőt, tessék ide. Amint a mennyben,
minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszony Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. A mindenható Istennek, az ő egyszülött fiának és a Szentléleknek inkalmányos kegyelmébe ajánlunk benneteket, Isten óvja mindnyájatok életét, hogy a hit fényében járva eljutottunk, és veletek együtt mi is eljutottunk az örök boldogságra. És áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Menjetek békével, el lehet tudni a gyertet. Ez is egy gyerek, és egy gyerek. Készülhetünk, és lehet.